Sziasztok, Borklak, és üdvözlök mindenkit a csatornámon! A mai videóban elviszlek titeket a velünk véget ér premier előtti sajtóvetítésére. Meghívást kaptam én is a sajtóvetítésre a Kölymai Képző kiadó által. Itt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én még nem voltam ilyen sajtóvetítésen. Hívtak már párszor, de nem tudtam elmenni, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre lekopogom, de sikerül összehozni, és holnap el tudok utazni erre az eseményre. Nagyon izgalmas ez, ugyanis egy nagyon híres szerzőnek egy elképesztően felkapott könyvéből készült film, ugye ez Colleen Hoovertől a Velünk véget ér, és én ezt a könyvet ezedáig nem olvastam, egyébként megvan nekem angolul a kötet, viszont nemrégiben kölcsön adtam Booksnail Fanninak, de úgy éreztem, hogy helyén való lenne a film előtt elolvasni, úgyhogy elrohantam a könyvtárba pár napja, és egyébként meglepően gyorsan, ilyen nagyjából másfél nap alatt el is olvastam a könyvet, úgyhogy ez is pipa. A kötetről rövid véleményt fog most fogalmazni, egyébként nyilván nem erről fog szólni a videó, de gondolom kíváncsiak vagytok arra, hogy a könyv hogyan tetszett nekem. Igazából én Colleen Hooverrel nem tudom, hogyan is állok. Annyira nem kedvelem, de értem, hogy miért felkapott író, nagyon könnyen olvasható és nagyon ilyen beszippantós könyvei vannak. Én amiért nem tudok megbarátkozni vele az az, hogy nagyon sok férfi karakter szerintem utálatos, és nem tudom őket bírni. A másik meg az, hogy az írás módja az nem mindig talál nálam be. Vannak olyan könyvei, amiket nagyon szeretek, tehát a Minden tökéleteset például egy nagyon jó könyv volt, az évem első olvasmánya is imádtam, fent is van az idei kedvencek listámon egyébként. A másik könyv például a Verity, amit egyszerűen nagyon-nagyon szeretek. Viszont vannak olyan könyvei is, amik nem találtak be nálam, nagyon vegyesek az érzéseim az íróval kapcsolatban. Nekem ő éppen ilyen, de tudom, hogy rengetegen imádják, rengetegen utálják, én nem vagyok benne annyira a témában, hogy pontos véleményt tudjak fogalmazni, az én élményeim eddig ilyen nagyon vegyesek. Na de itt van a Velünk véget ér, ami ugye egy, hát igazából lélektani történet, kicsit romantikus, de én azt érzem, hogy nagyon félre van reklámozva rengeteg hely ez a könyv. Ez nem egy romantikus könyv, ez egy családon belüli, kapcsolaton belüli erőszakról szóló, inkább lélektani fejlődés könyvnek mondanám, mint romantikusnak. Van benne romantikus szál, de szerintem nem ez benne a lényeg. A történetünk fő karaktere a 20, azt hiszem, hogy 23 éves Lily Bloom, jó, már a neve is teljesen kiégett engem, Lily Blossom Bloom, aki egy fiatal lány, és éppen Bostonba költözik, neki az apukája nemrégiben halt meg, azt tudni kell az apjáról, hogy az anyával erőszakosan bánt nagyon sokszor, ezt Lily látta, nagyon rosszul élte ezt meg, és igazából ez egy fontos pont volt az életében. Fontos pont volt még az életében tenni korábban Atlas is, aki egy hajléktalan fiú volt, és ő neki Lily rengeteget segített, meg úgy romantikus kapcsolatba is kerültek, és ezután ugye eltelik pár év, az édesapja meghal Lilynek, és Lily pedig Bostonba költözik, hogy megnyissa a virágboltját. És itt ismerkedik meg Ryle-lal, aki egy nagyon gazdag, nagyon sikeres orvos, és vele akar igazából romantikus kapcsolatba kezdeni, és amúgy egészen jól. Hát először gyakorlatilag nem akarnak romantikus kapcsolatba kezdeni, mert Ryle nem ez a típus, de egész jól egymáshoz passzolnak, és elkezdik ezt a kapcsolatot, viszont Ryle-ról kiderül, hogy erőszakos. És arról szól a történet, hogy ezt hogyan éli meg Lily, és miképp lép ezzel kapcsolatban. Én ezzel a könyvvel úgy voltam, hogy én nem úgy értem, hogy miért ennyire felkapott. Három csillagot adtam rá, ami a semleges kategória nálam. Ami nagyon jó volt, ez a téma. Szerintem Lilynek az érzései, meg az, hogy mennyire megrekedve lehet egy ember, meg mennyire kétségbe esett egy ember egy ilyen szituációba, és mennyire nehéz is egy nőnek ebből kilépni, és szakítani ezzel, az szerintem nagyon jól volt egyébként mutatva benne. Én az írás móddal nem nagyon tudtam megint így igazából azonosulni, nem igazán éreztem annyira komolynak, mint mennyire a könyv amúgy komoly. Úgyhogy ezért adtam rá három csillagot, ilyen semleges kategória volt nálam. Na de, nagyon kíváncsi vagyok a filmre, mert hallottam már róla hideget, meleget, és én nagyon nyitottan állok hozzá. Én szeretném szeretni a filmet, egészen jó színészek lesznek benne, Taylor Swift zene megy a trailer alatt, meg én szeretném azt, hogy ez egy igazán komoly és egy igazán elgondolkodható film legyen, és ne pedig a romantikus szállat fogja meg. Ebben reménykedek, meglátjuk, hogy ez valóban így lesz-e. Na de holnap jön a mozi. A dress code, hát elegáns, meg ugye vörös szőnyeg lesz, és virágmintásat szeretnék hordani, mert amúgy a legtöbben ezt fogják szerintem erre az eseményre. Úgyhogy gyertek velem, és nézzük meg, hogy milyen lesz a film.
hát haza is értem, megnéztem a filmet, úgyhogy jön egy kis beszámoló. Egy kis vicces történt, ami így visszagondolom vicces, annyira nem volt vicces, amikor megtörtént, hogy én ugye vonattal mentem fel erre az eseményre Pestre. Feltettem a vonatra, első osztály, csend, légkondi, minden király. És ugye nem néztem hazafele vonatot még, mert tudtam, hogy fogalmam sincs, mikor fogok végezni. Tudtam, hogy valószínűleg el fog húzódni, nem fog rögtön kijönni a moziból és irány a vonat, úgyhogy nem vettem hazafele jegyet, mert nem mertem venni, mi van, hogyha lekésem. Úgyhogy mondtam, hogy na, hát akkor nézzük meg egyébként, hogy hánykor jönnek köbben haza. Igen, tudom, én vagyok a hibás, hogy csak akkor néztem meg. Talált meg egy vonatot, tök jó, 22-25-kor jön haza. Az még úgy van, hogy szerintem el is érem. Egy gond, hogy valamiért 7 órás a hazaút, és ilyen hajnali 5-re érne haza. És nincs utána másik vonat. Jött egy ilyen kis sok a testembe, úgyhogy itt eléggé kellemetlenül indult az utam, de egyébként a drága párom feljött értem Pestre kocsival, és hazamentünk, amit így nagyon köszönök neki. Így hajnali 1-re hazaértünk, szóval jelentősen hamarabb, mint amúgy hazaértem volna, na mindegy. Leszálltam a vonatról, bementem az Etele plázába, ahol az esemény volt. Ugye én itt ettem egyet először, utána pedig elmentem a Libribe. A Libriben egyébként vettem egy ilyen naplót igazából, az a cím, hogy áramlás, önismereti napló a bennünk zajló változás kezeléséhez. Ezeket most nem egyébként nagyon szeretem, egy csomó ilyet töltögetek kifele. Igazából minden oldal nagyjából ilyen, egy ilyen napi bejelentkezés van benne, illetve az elején vannak másfajta tartalmak is, hogy ezt megvásároltam. És ekkor találkoztunk Fannival, a Fanni Kuckója csatornáról. Ővele ittunk egy kávét, beszélgettünk, és akkor megettek a többiek, Ati, Desi, Rubi, Fanni, másik Fanni, Matilda és a párja, tehát hogy megjöttek a többiek, és akkor elkezdtünk elindulni az esemény helyszínére, ami ugye ez a prémium mozi rész volt, azt hiszem, a plázában. És ami így először sok hatásként ért, hogy mennyien voltak, te jóságos ég. Én azt hittem, ez egy ilyen kisebb vetítés, meg hogy kevesebben leszünk, de ezt a belegondoltam, hogy nyilván meg akarnak tölteni egy mozitermet egyébként, ha már levetítik. Rengetegen voltunk egyébként, nagyon-nagyon sokan voltunk ezen az eseményen. Átvettük a mozi jegyünket, és kaptunk hozzá mindannyian egy kis csomagot, hogy nézzük is meg, hogy mi van benne. Először is van benne egy Revolution szemhéj paletta igazából. Így néz ki, még nem bontottam ki, de itt látszódik, hogy milyen színek vannak benne, ez egy nagyon nyári, ilyen élénk színes válogatás. Én teljesen meglepődtem, hogy ilyet kaptunk, nem tudtam, hogy lesz ajándék is a belépőhöz, de kaptunk egy ilyen palettát, illetve kaptunk ilyen kedvezménykupont a Kölymai képzőhöz, 1000 forintosat, aztán egy könyvjelző. Kaptunk ilyen, szerintem ez egy ilyen maszk vagy krém, még nem jöttem rá, mert olaszul meg franciául van rajta a hátulján, de kaptunk egy ilyet. Kaptunk csipkebogyó olajat a hajunkra, aminek nagyon örülök, mert ilyeneket kerestem mostanában a boltba, és nem voltam biztos, hogy melyik lenne a legjobb a hajamra, viszont akkor ezt most ki fogom próbálni, és egyébként bizakodó vagyok, mert ezt a Revoxot használom az arcomra is, és tök jó rá, úgyhogy ebben nagyon bizakodó vagyok. Kaptunk parfüm mintákat, polisz parfüm mintákat, egy férfit és egy nőit, hogy ez melyik illat pontosan, ahogy látom, My Avatar, vagy nem is tudom, így néz ki belülről. Ez a női, ez pedig a férfi. Kaptunk egy-egy ilyet, egyébként még nem szagoltam meg, de akkor most élek az alkalommal, és akkor megszagolom a nőit, a másik úgyis Tomié lesz. Aztán ha tetszik, ezt meg is vesszük, ki tudja. Amúgy. Nem rossz az ilyen. Hát ahogy írt a lap, és gyümölcsös nagyon. Nem tudom, ez az én illatom-e. Én inkább az ilyen virágos parfümeket szoktam használni, de egyáltalán nem rossz. Aztán itt a belépőjegyünk egyébként. Így nézett ki. A 8. és a 8. helyen ültem egyedül egyébként, mert nem vittem magammal senkit, de hogy ez pont közép-középen volt, és nagyon jól láttam egyébként a vásznat, na mindegy. Kaptunk egy ilyen 50 faktoros aszkrémet még, meg kaptunk egy másik ilyen 50 faktorosat. Így néz ki. Úgyhogy kaptunk egy csomó ajándékot, ennek tökre örülök, mert nem számítottam rá, illetve a jeggyel együtt kaptunk egy ingyen kukoricát és egy ingyen üdítőt is. Beültünk a filmre, ami hát egy kicsit késve indult el nyilván, mert rengetegen voltunk, és hát egyessel be kellett mennünk. Volt ugye vörös szőnyeg, meg fotózás, szóval nagyon sokan fotózkodtak az esemény előtt, szóval nem indult el 7-kor a film, hanem ilyen
7 óra 30 fele igazából. A vetítés ugye magyarul zajlott, de én már szeretném angolul is megnézni a filmet, majd fent lesz valahol. Úgy jöttem ki a filmről, és ezzel egyébként nagyon sok booktuber így volt, hogy nagyon kellemesen csalódtunk. Tehát, hogy kijöttünk, és így mondtuk egymásnak, hogy ez egyáltalán nem volt rossz, sőt, ezért álltunk így hozzá, mert a könyv egyébként sokunknak nem annyira tetszett. Volt, akinek jobban, volt, akinek kevésbé, volt, akinek is olvastakozolunk egyébként. És én ugye mondtam nektek, hogy nagyon semleges élmény volt számomra, és nagyon nagyot csalódtam pozitívan, mert tök jó volt a film. Én nagyon-nagyon élveztem. Én sokan sírtak is rajta, én is bekönnyeztem egy jó párszor, próbáltam nem elsírni magam a sminkem miatt, de hogy én is elsírtam magam egyszer-kétszer. Ami nagy ilyen port kavart, amikor elkezdték forgatni a filmet, az a szereplő választás, hogy mennyivel idősebb szereplőket választanak, mint ami a könyvben van. Szerintem jó tett a filmnek az, hogy így felöregítették a karaktereket, a témák is sokkal súlyosabbnak hatnak, meg sokkal realisztikusabb az, hogy ennyi idős, hogy nyitnak egy virágboltot, vagy egy éttermet, vagy hogy idegsebészek, vagy a gyerekvállás, mint téma, tehát sokkal inkább érettebb témák ezek szerintem, és ez itt tökre jól állt neki. Nagyon sokan panaszkodtak a férfi színészekre, amikor kiderült, hogy ki fogják őket játszani, ugye Ryla és Atlasra. Szerintem tök jók voltak. Egyébként Justin Baldoni, nem vagyok benne biztos, hogy ez a neve, de mindegy. Aki játsza Ryle-t, rá rengeteget panaszkodtak az elején, hogy ne ő, mert hogy volt egy ilyen nagyon sokat áhított színész erre a szerepre a rajongók körében. Nem tudom a pasi nevét, ide fogom vágni, aki a Divergent-ben játszott a Fort. Ő. Őt akarták nem erre a szerepre egyébként rengetegen. Hát szerintem én őszinte leszek, az a férfi, aki játszott a szerepet, sokkal jobban hozta, mint ahogy ő hozta volna, és nagyon illett bele, és nem kell tőle félni, tényleg jó a szerepben egyébként. Én Blake-et úgy éreztem, hogy nem annyira őt képzeltem el erre a szerepre, és egyébként jól játszott, de nekem akkor sem ő volt ugye, a Lily, amit elképzeltem. A fiatal színészek egyébként Lilynek és Atlasnak a fiatal színészei nagyon jók voltak, ezt tegyük hozzá, és tökre hasonlított egyébként a női színész Blake Lively-ra. Atlaszról annyit, hogy őre is ki voltak akarva, mert a könyvben úgy van előadva, hogy egy ilyen világgyönyörű pasi, és hogy most egy ilyen hát felnőtt, átlagosabb fizető férfi volt igazából a színésze, de szerintem tök sármos volt, meg ilyen kis misztikus, meg nagyon érett, úgyhogy szerintem ő is érett a szerepre. Amit tetszett még a filmben az az, hogy nem a romantikus szál volt kiemelve, amit rettegtem, hanem tényleg komoly volt és súlyos volt. Rengeteg kényelmetlen és fájó pillanat volt benne, amiben én is rosszul éreztem magam, és nem volt kellene ez a út a szerelmes, meg ez a nagyon romantikus szál, meg nem rohantunk egyik pasitól a másikhoz rögtön, amikor szakítottunk azon a másik emberrel. Tehát, hogy nem volt benne ez az ilyen gyerekesség, hanem sokkal érettebb volt, és sokkal realisztikusabb, és komolyabb, ami nagyon tetszett. Tetszett az is, hogy sok mindent, ami nekem a könyvben nem igazán jött be, kicsit ilyen cringe-ek voltak, azt kihagyták egyébként a filmbe, tehát, hogy hála az égnek nem erőltették ezt az Ellen DeGeneres vonalat, amikor ugye Lilynek ír leveleket, ez a könyvben is annyira erőltetett volt, és annyira kamu, és itt végre ez nem is volt benne, csak egyszer egy bevágásban zene alatt így rogattak kis levelét, tehát semmi ilyen. Kihagyták a némús hülyeséget is. Tudom, hogy ezek van, akinek fontosak, majd nem úgy van, mint a könyvben, meg a film teljesen más lett, de ezeket a könyvben sem szerettem. Ez az egész ilyen némós mese, meg a Szenilla név, úristen, meg a Ellennek leveleket írunk részt, nekem annyira nem volt jó a könyvben, meg annyira ilyen cheesy volt, hogy nagyon örültem, hogy kihagyták a könyvből, és sokkal normálisabb sztori szövődötték ki belőle, de mindegy, meg volt egy pár dolgot kihagytak egyébként, szerintem jó tett a filmnek, néha volt egy kis olyan érzésünk, hogy igen, itt, hogyha a könyvet nem olvasod, akkor kicsit ilyen gyors az átkötés, de egyébként tök jó volt a film tényleg, tehát, hogy én rendesen szerettem, tök jó volt. Úgyhogy egy nagyon pozitív élmény volt ez, még egyszer köszönöm szépen a könyvkézők kiadónak a meghívást, és én tényleg nagyon elégedett vagyok ezzel a filmmel, én azt mondom nektek, hogy ha nem is olvassátok a könyvet, akkor menjetek el és nézzétek meg, mert egy nagyon fontos és nagyon komoly témáról szól, úgyhogy mindenképpen megéri a tájékozódást, és hogy azt megnéztétek. Köszönöm szépen ezt a videót, megnéztétek, és ha már láttatok a filmet, akkor kommentben írjátok le nektek, hogy tetszett, vagy írjátok le azt, hogy a könyvet mennyire szerettétek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!